Hát ez nem egy új divat, hanem most így kalapban leszek, hogyha nem zavar benneteket. A reggelemet, illetve a délelőttömet az Egri Kórháznak a sürgősségi osztályán töltöttem néhány zenész barátommal együtt. Debrecenből jöttünk föl, egy fesztiválon játszottunk, a Debrecen Jazz Fesztiválon egy nagyszerű koncertet, és fölfelé egy emberéletet is követelő balesetbe keveredtünk, aminek hát ráadásul nem távolról, hanem közelről voltunk elszenvedői. És azt kell mondjam nektek, hogy Isten megtartó Isten. Mert nagyon sok minden más is történhetett volna. Nagyon... Szóval jó az Isten. Ezt tudom mondani. Jöttünk, nem mesélem el a részleteket, eleve már csak azért sem, mert úgyis sok dolog még nincs teljesen tisztázva. Ez az a lényeg, hogy a semmiből egyszer csak az autópályán, az M3-ason feltűnik valami. Egy órakor jövünk hazafelé, örülök, a gyerekeim jam sessionen voltak, a Budapest Jazz Klubba épp azon szervezkedek, hogy majd hogy hozom haza őket, és összetalálkozunk, és majd mesélek, és jaj, de jó. Ehhez képest fölkiált a mellettem ülő gitáros barátom, a Birta Miki, hogy vigyázz. Valamit még kiált a sofőr, és egy pillanatra fölnézek, és egy, úgy néz ki, mint egy tömegkarambol. Valójában nem tömegkarambol volt, de volt már előttünk ott egy karambol, és megálltak többen. Volt, aki elállt azt a sávot is, ami még haladni lehetett volna. Az a lényeg, hogy egy nagyon furcsa helyzet volt, és ráadásul emberek is voltak ott gyalog. És abban mi bele rongyoltunk. És én ültem a vezető mögött, a Birta Miki barátom, ahogy oldalt fordultunk, nem is tudom, hogy történt, kirepült a mellettem lévő ablakon. És jól van a Miki. És együtt voltunk a kórházban, most hívtam föl őt is, úgyhogy saját felelősségre megtartotta az úr őt is. És saját felelősségre kijöhet, összevontam. És hát elég komoly, elég cifra dolgok voltak. A legsúlyosabb sérülés a Denner Tárpi barátom, aki ma egy 4 órás műtétet hajtottak végre, vádli, kéztörés, stb. Ilyesmi, de ő is szépen javul, úgyhogy én nagyon imádkozom nőért, és imádkoztam ott benne nőértük, hogy tartsa meg az úr őket, és felértékelődött egy dolog a számomra, hogy amíg tart a ma, addig tudunk valamit tenni. Nagyon nehéz tudni, hogy a egyik barátomat, a dobosunkat, azt ott elvesztettük. És összőrre tartott ebben a balesetben. És ez a fiú, ez nekem egy ilyen nagyon kedves ember volt, aki nagyon mélyről jött, nagyon-nagyon súlyos problémái voltak, nem mesélem el az életében régebben, öngyilkossági kísérletekkel, és az élete úgy tűnt, hogy most már lassan 2 év, vagy nem tudom mennyi ideje, egyenesben van, és mi elég sokat beszélgettünk, és ő tudta rólam, hogy van ilyen földrész, hogy menny és kereszténység és ilyesmi, de van mégis egy olyan hiányérzetem, hogy nem tudtam mindent elmondani neki, amit szerettem volna. És hát én most azt mondanám, hogy ha itt egy ember is van ezen a helyen, aki hezitál, aki még nem ismeri Jézust, és azt mondja, hogy megnézem, hogy mi történik itt, majd jövő héten vagy 2 hét múlva, azt mondom, ne halogass. Nem tudod, hogy mit az a holnap. Nem, egyikünknek sincs biztosítva a jövője ilyen módon. Viszont legalábbis földi értelemben én arra kérlek téged, könyörögve kérlek, hogy ne habozz.
Tehát, hogyha van itt egyetlen egy valaki, aki ezen gondolkodik most, hogy mi lehet ez a kereszténység, hogy átadjam magam, vagy ne, hogy te megtértél-e, ugye ezzel a kifejezéssel éljek, akkor én azt mondom, hogy ne haboz egy pillanatig se. Mert annál, hogy mi történik velünk itt a Földön, annál sokkal nagyobb dolgok várnak ránk, és itt vesszük meg oda a jegyet. És ezt nem lehet megfordítani. És ezért én elhatároztam, hogy erre sokkal jobban fogok figyelni, hogy ne hagyjak ki ilyen zicsert. És feltett szándékom, hogy én Árpi barátomhoz is be akarok menni, és el akarom kerekperec mondani neki, hogy mi a teendő, és mit kell tenni, mert Isten megtartó, Isten jó, Isten csodálatos. Lehet, hogy most egy darabig ilyen lesz, aztán majd lekerül rólam, lesz itt egy kis heg, rossz csontos, de Isten megtartott, és megtart. Az a kérdésem, hogy álljunk föl, és imádkozunk ezekért az emberekért, akik ott vannak. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te csodálatos, féltőn szerető Isten vagy. Hálát adok neked azért, hogy rendelsz mellénk barátokat, rendelsz mellénk olyan kapcsolatokat, olyan társakat, akik itt ebben a földi létben nekünk sokat jelentenek. Köszönöm neked, Uram, ezeket a barátokat, akik több, mint munkatárs az én számomra. Köszönöm neked ezt a zenekart, a Budapest Jazz Orchestrát. És köszönöm neked ezeket a srácokat, akik átélték, és megmenekültek ebből a bajból, és külön most imádkozom azokért, akik a kórházban vannak, imádkozom a Birta Miki barátomért, imádkozom a Kolman Gáborért, és imádkozom a Dennert Árpiért is, és most azt kérjük egy akarattal, hogy teljesen hozd helyre az ő életüket. Add, Uram, hogy egyetlen egy probléma ne maradjon, egyetlen egy olyan dolog ne jöjjön elő, amit most még nem vesznek észre az orvosok, egyetlen egy üveg szilánk ne maradjon be, ami problémát okoz a testükben, egyetlen egy olyan törés vagy szakadás ne legyen, amit ne tudnának az orvosok gyógyítani, és kérlek, Uram, hogy te vedd körül ezeket az orvosokat, és segíts meg ebben a műtétben őket, és add, Uram, hogy ezek a srácok, ezek épségben tudjanak kijönni. Imádkozunk a sofőrünkért is, aki teljesen összetört ettől. Kérlek, Uram, hogy te vigasztald meg őt, és te emeld föl, és mutasd meg neki, hogy nem volt mit tennie, és nem tudta ezt a helyzetet jobban megmenteni, és még több halottja is lehetett volna ennek az egésznek. Kérlek, Uram, hogy te mutasd meg ebben az egészben, hogy te egy csodálatos, megtartó, gyógyító, szabadító Isten vagy, akinek gondja van az igazakra, aki szereted őket. És Uram, kérlek, hogy használj bennünket, használj engem is, és használj bennünket, hogy ne kössünk csomót a nyelvünkre, hanem merjük szólni bármikor, mindig, úton, útfélen Isten országát, az evangéliumot, arra azért, hogy meg tudjanak ezek az emberek szabadulni, meg tudjanak menekülni, és tovább lássanak ezen a földi léten, mert sokkal többet készítettél a mi számunkra, és ezért mi áldjuk a te nevedet Jézus nevében. Amen.